Sziasztok gyerekek, na a 635-ös BMW-nek a váltóját javítsuk, megérkezett az összes alkatrész, maradjatok velem, és nézzétek meg, hogy hogy csinálom meg. Először szétszedtem az egész váltó mehatronikát darabokra, és mindent szépen kitisztítunk. Féktisztítóval és sűrített levegővel szépen, precízen kitisztítsuk, hogy olyan legyen, mint az új. Na gyerekek, szépen eltisztítottuk a mehatronikának mind a két felét, ugye? És akkor ez a karmantyú rossz helyett megjött az új szeparátorlemez. Szolenioid karmantyúk, nem tudom soha kiejteni. Lényeg az, hogy ezekből leteszteltük, és vannak benne problémák, úgyhogy kap a helyett is másikat. És ami a lényeg, gyerekek, ezt figyeljétek meg! Ez a nyomásszabályzó, ami mindig a hiba, hogy ki szokott lapulni. Mutatok egy újat és egy régit. Nézzétek meg! Ez az új, lássátok, milyen jó kis karimája van, mint a karmantyúnak a feje. És a használt, az kilapul, és már nem végzi a dolgát, és emiatt csinálja hibákat. Úgyhogy kap 7 darab ilyent is, és minden, ami hibás, kicseréljük, és most rakjuk össze szépen. Itt vannak a kis karmantyúk újan, minden kicsi gumigyűrűk, ugye az átmenők, a szimeringek, ezt a kis szűrőt kiszoktuk mosni. Vannak ilyen kicsi golyók, nem tudom hova jár, de majd kitaláljuk, megdolgozzuk. Hidegvágóval lehúzzuk. Na, szerusztok! Na és gyerekek, most raktam be az új szelepeket. Én ugye a kis csicsest, és akkor ez ide megy bele a helyére. Jönnek a kis golyócskák, a golyócskák ide jönnek a helyükre. Ugye érdemes ilyenkor, aki nem tudja, hogy lefényképezze, hogyha nem tudod, hogy mi hova jár, hogy ne tévesd össze. Vagyis egy tipp, ugye? Itt is van egy golyócska. Na, rakosgassuk össze. Na gyerekek, amit akarok, hogy maga az elektronikáját is mossuk át, mert nézzétek meg, hogy milyen lerakódás van benne. Lássátok? Nézzétek meg. És akkor ezt is szépen féktisztítóval ki kell takarítani, szép tisztára, utána kifúvatni minden lerakódás belőle. Ugye, hogy igazából nem kell sajnálni, akár ha elmosok 2-3 ilyen tiszt, az se probléma, de legyen szépen megtisztítva. Minden ügyesen, mert ez a lelke, a precízség, és hogy tiszta legyen minden, ne kerüljön semmi kor szépen tisztára összerakni, mert így lehet normális munkát csinálni. Jó. Ez a kis szűrőt, ezt nem szoktuk cserélni, ennek elég, ha szépen kifúvassátok, és annyi. Gyerekek, össze van rakva a mehatronika tiszta új alkatrészekkel. Nagyon fontos a nyomatékkulcs, mert itt nem lehet másképp csinálni. 10 newtonnal meghúzzuk az összes csavart szépen precízen. Ugye a newtonméter kulcsnak az a lényege, hogy ha... Ennyi. Az egész csavart így húzzuk meg. Nem többe és nem kevesebbe. Ha... Ennyi. Lehúzzuk az összes csavart precízen, ezeket is, és mehet össze. Sziasztok! Na, gyerekek, mindent lehúztunk úgy, hogy a mehatronika A-tól Z-ig össze van rakva, minden csavarja le van húzva szakszerűen. Amit nagyon fontos cserélni, még az átmenőt, vagyis a dugaszt, ugye? És akkor jönnek a kis gumigyűrűk, ugye? Vagyis nem is gumigyűrű, hanem a mehatronika és a váltó közötti csatlakozások, a tömítések, ugye ezek a kis karmantyúk, ezeket is újat, pár piros pénz, de megéri. És mindenből eredetit. Szerusztok! És gyerekek, emeljük vissza a nagy dög BMW-t, hogy rakjuk össze a váltót! Juppi! Ugye, amit beszéltem, a kicsi karmantyús gumikot, nézzétek meg, 3-at kicseréltem már, 1-et nem. Azért kell kicserélni, mert már ez is ki van lapulva, és nem úgy tömít. Lássátok a különbséget? Ez színültik, meg van karmantyúzva, az újak meg lejjebb vannak. Azért kell kicserélni, hogy a karmantyú lé jó átfoljon a rendszere.
Gyerekek, minden készen van, mechatronika helyén van, le van minden húzva nyomatékkal. Én megmondom őszintén, hogy most lehet hülyeségnek gondoljátok, de figyelj, egy ilyen címkét le kell venni, nem, mert felásztassa az olajost, azt még problémát okozhat. Na gyerekek, gyertek, mutatom, hogy mit csinálunk. Tulajdonképpen a végső pont, ha. Oh yeah, oh yeah. Hogy de szerettem ezt. Gyerekek, össze van rakva váltó, minden szépen ki van mosva, lehúzzuk nyomatékkal, és töltsük fel váltóolajjal, és próbáljuk ki, közben lengettük az olaj, motorolajat is cserélünk egy fasza, motorolajat is neki, minden szűrőbe, és akkor jön a próba. Sziasztok! Ugye lent a cucc, én már rakom is az új szűrőt be, következik ez a jó kis olaj bele, és akkor nyomassuk. Na, 10 liter. Sírva megy bele, olyan drága, mi? Jaj, meg itt vannak még a gyermekei is. Jó, nagyon jó, oké. Természetesen előre menetbe meghajtassuk. Sportba, vissza D-be, hátra menetbe meghajtassuk. Gyönyörűen indul. Oké, megint D-be. P-be, ugye, adaptáltuk a váltót, nincs hibakód, ismét megnézzük, frissítünk egyet, nincs hibakód, magyarul is, hát figyelj, szerintem jó lesz. Még csinálunk egy olajellenőrzést, és akkor megyünk próbára. És gyerekek, megyünk próbára, remélem jó lesz a váltó. Gyerekek, 220-szal jöttünk vele, még mindig nincs hibakód, és akkor most csinálunk egy olyant, hogy ilyen, és sport. Tisztítsd már ki, iPhone 13-os, és sport 1. Na, nem mutatok kilométer órát, mert biztos, hogy letiltak a TikTok, tudjátok. Gyerekek, visszajöttünk a próbáról, mentünk egy 30 kilométert kb. Itt vagyunk a benzinkútnál, ugye, hagyjuk, hogy hűljön le a turbó, és azért megnézzük-e frissítése, hogy hibakód, olvasás. Yes! Na. Ez volt a 635 BMW 635-ös váltó javítás folyamata. Remélem tetszett. Ha tetszett, oszd meg, lájkold. Sziasztok!